Folytatnánk akkor az előadásokat, és elkérem Isák Mariannát, aki a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményének munkatársa, a Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének óraadó tanára, könyvtáros, Nagy-Dobrogyi születésű, és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusz hallgatója. Az ő előadásának címe a Bibliafordítás jelentősége és fontossága. Szentírás nemzeti nyelvekre, közöttük a magyar nyelvre való lefordításának azt gondolom, hogy napjainkig rendkívüli jelentősége van. Zömében a 16. században kezdődtek el ezek a fordítások, ám a Biblia fordítás gondolata nem a 16. század gondolata csupán, hiszen sokkal korábban is megtaláljuk már nyomait annak az égető szükségnek, amely e területen az egyház történelme során tulajdonképpen keletkezett. A 12. században Petrus Valdus, vagy ahogy a magyar egyház történeti könyvek írják, volt Péter, lyoni kereskedő, legfőbb lelkész munkássága alapjának a Szentírás tartotta. Látta akkor a Szentírás elhanyagolását, és a nép vallásos dolgokban való tudatlanságát, és egy barátja segítségével gondoskodott az Új Szövetség lefordításáról. Majd mintegy 200 évvel később, a 14. században, a nemzet államok születése idején Angliában egy John Wycliffe nevezető oxfordi egyetemi tanár és luterborszi plébános tett hasonlóan. A Szentírás tartotta ugyanis az egyházi reformáció alapjának, és első s fő törekvése az volt, hogy a népnél a Szentírás közkézen forogjon, mert mindenki kincsévé akarta tenni. Meggyőződése szerint annak olvasása és evangéliumi szellemben való magyarázása leghathatóbb eszköz a nép felvilágosítására. Munkája természetesen nem maradt szó nélkül, hiszen később ellenfelei megvádolták azzal, hogy a klerikusok kincsét a laikusok játék szerévé tette. Mikor Luther Márton nekikezdett az Új Szövetség fordításának, akkor a kor legnagyobb gondolkodója, a legnagyobb humanista, vagyis Rotterdami Erasmus álmára felelt, aki szerint a Biblia szövegén kellene elmélkednie a szántóvetőnek is szántás közben, és a takácsnak is szövőszékes úrról. Erasmust nem hevítette a reformátori szenvedély, vagy épp a reformátori elkötelezettség. Ő csupán az általa tapasztalt tudatlanságot kívánta felszámolni. Elsődleges célja volt a nép személynek felnyitása és művelése. Éppen ezért egyik jelmondata is az volt, hogy világosítani kell, és a sötétség magától eloszlik. A világosítás legtökéletesebb eszközének pedig a Szentírást tartotta. Egyik művében az egész keresztény világot a Szentírás olvasására szólította fel, amiből véleménye szerint mindenki megtanulhatja a kereszténység igazi szellemét. Szembeszállt az 1229-es Toulouse-i zsinat rendelkezésével, mely megtiltotta a laikusoknak a Szentírás anyanyelven való olvasását. Később ugyan szelítették ezt a tilalmat, de Erasmus ennek ellenére hangot adott a véleményének a következőképpen. A Bibliát mindenki olvashatja. Én részemről óhajtanám, hogy az minden nyelvre le lenne fordítva. Majd pedig így folytatja. Miért ne lenne megengedhető, hogy mindenki ugyanazon a nyelven hallgassa az evangéliumot, amelyben született, és amelyet megért. Erasmus ezekkel a gondolatokkal a későbbi Biblia fordítások előfutárává és sürgetővévé vált, melyek a 16. században keletkeztek. Miért éppen ekkor? A reformáció törekvéseiben kiemelt célt kapott, hogy a nép kezébe adják a Bibliát. Pontosan azért, mert a személyes kegyesség megéléséhez a Szentírás olvasása elengedhetetlen volt akkor is és ma is.
Ez volt az, amit a kor egyháza nagyon nehezen tudott megérteni és elfogadni. Hiszen a hivatalos egyházi vélemény ebben az időben nem volt más, mint hogy, idézem, a laikus a Bibliával szemben nem egyéb, mint valami kiskorú, aki egyáltalán nem lehet képes önálló ítéletet mondani afelett, amit olvasott. A Biblia nagyon is homályos és érthetetlen a közönséges ember előtt. Annak az olvasása tévedésre vezeti, s letéríti az igaz útról. E vélekedés azóta nem csak a történelem, nem csak elődeink, de mi magunk is, személyes élettapasztalatunk is bizonyítja, hogy a Szentírás olvasása nem hogy tévútra vinne, de sokkal inkább tart meg a helyes úton. Felmerül a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos hazánkban is a nemzeti nyelvű fordítások megjelenése. Egyrészt azért, mert már a legelső fordításoktól kezdve az volt a cél, amit a reformáció egyetemes jelleggel hangsúlyozott, s célként tűzött ki, hogy az anyanyelvű szentírásból a hallgatók maguk, személyesen, a maguk szemével, a maguk értelmével győződhessenek meg az igazságról. Továbbá maga Erasmus is nem csupán a szentírás megfordítását sürgette, hanem annak tanulmányozását is így. Szükséges, hogy egészen átadjad magadat a szentírás gyakorlásának és tanulásának, és hogy az Isten törvénye felett éjjel, nappal is elmélkedjél. A Vizsai Biblia előszavában a fordító Károli Gáspár pedig így szól. Nem csak azt akarja Isten, hogy papok olvassák a szentírást, és a község azoknak szájából hallja, hanem azt is akarja, hogy az Új és Új Testamentum könyvei minden nemzetségnek nyelvén legyenek, és azokat olvassák, hányják, vessék mindenek, szegények, gazdagok, kicsinyek, nagyok, férfiak és asszonyok, mert az Isten egyaránt minden rendbéli embereket akar üdvözíteni. Azért nem csak a templomban hallgassátok azt, mit mondunk, hanem mikor otthon vagytok is, a Szentírást olvassátok. A Biblia fordító munkásságukkal elődeink nem csak a Bibliát tették magyarra, hanem kultúránkat is sok oldalon meghazavították. Károli az előszavában a Vizsói Bibliának Krizosztomoszt, vagyis aranyszájú Szent Jánost a 4.-5. században élő egyházatját idézi, és az ő szavai által szinte könyörög az olvasóihoz, mikor így szól. Kérlek titeket, hogy gyakorta ide jöjjetek, és a Szentírásnak olvasását szorgalmatosan hallgassátok. Nem csak akkor pedig midőn idejöttök, hanem otthon is, az Isten Bibliáját kezetekbe vegyétek. Ismét mindenkor intelek titeket, és nem szűnöm meg inteni, hogy nem csak itt hallgassátok, amit mondunk, hanem mikor otthon vagytok is. A Szentírást olvassátok, és ne mondjad, nem én dolgom az írásnak olvasása, hanem azoké, akik a világot megtagadták. Mit mond az ember? Sokkal inkább tied, hogy nem azoké. Ismét, hallja meg ezt a község. Szerezzetek magatoknak Bibliát, mely a léleknek orvossága, ha egyebet nem, akár csak az Új Testamentum könyveit. Mire alapozták a Biblia fordításaikat? A fordítások jogalapján illetően Károli Gáspár szinte Erasmusszal egybecsengően mondja, hogy ha csak egy nyelven volna szabad olvasni a Bibliát, ahogy ezt a középkori egyház hirdette, akkor sem a latin, sem a héber nem volna helyes. De az apostolok Jézusnak a nem görögül elhangzott szavait is görögül írták le, ami bizonyítja a nemzeti nyelvekre való fordítás jogosultságát. És mint említettem, Erasmusszal egybecsengően mondja ezt, Erasmus pedig ezt mondja. Némelyek valami súlyos bűnnek tartják azt, ha a Szentírás francia vagy angol nyelvre lefordítatik. De az evangélisták nem átállották görögül leírni azt, amit Krisztus szírnyelven mondott. És a latinok nem féltek attól, hogy az apostolok szavait római nyelven ne fordítsák. Hieronymus nem csinált semmi lelkiismereti dolgot abból, hogy a Szentírást dalmát nyelvre fordítsa. Krisztus kívánsága és akarata volt az, hogy az ő bölcsessége
amennyire lehetséges, el legyen terjedve. Mindenkiért meghalt ő, s mindenki által ismert akar lenni. Erre szolgál aztán az, ha vagy a Szentírás minden nyelvre le lesz fordítva, vagy ha a fejedelmek gondoskodása folytán oda jutunk, hogy azt a három nyelvet, amelyen főképpen megvan írva az isteni bölcsesség, minden név megismerje. Miért tartották fontosnak a Biblia olvasását minden ember számára? Károly Gáspár mondja, mert a Bibliában Isten szól önmagáról. Az ember életének pedig legfőbb célja Isten igaz megismerésére való eljutás. Ehhez az megfogalmazása szerint, mert a lélek nélkülözhetetlen táplálékban Szentírás. Mennyei kenyér, melyre éhezni mindenkinek kell. Nem érthetetlen és homályos, ezért nem haszon nélkül való, még a legegyszerűbb hívőre nézve sem. Mert a Szentírás igenis táplálja és erősíti a hívő ember lelkét. Mikor személyes életében a Szentírás fontosságáról van, akkor azt mondja, neki egész életében mindig a legfőbb igaza és minden boldogsága volt a Szentírás. Komjáti Benedek életéről nagyon keveset tudunk, amit tudunk a sokszor abból az ajánlásból, amit megbízójának adott. Elsőként ebből tudjuk meg, hogy körülbelül menekült Husztvárába, és innen került Perényi Gáborné kérésére Nyarábvára, ahol fia János tanítója lett 1530-tól. Majd pedig Perényiné kérésére kezd neki a Pál apostol leveleinek a fordításához. Erről maga így szól. Aki résztől fogva egyebeket is onszolt, s kért reál bőséges adományval és fizetésekvel, nem csak a Szent Pál apostol leveleinek, de még több szent írásnak hogyan nyelven való fordítására is onszolt. Ez azt jelenti, hogy kérte őt arra Perényiné, hogy fordítsa le. Többször esett már szó arról, hogy Perényiné könyvtárába volt már a magyar nyelvű fordítás. Nem tudják pontosan, hogy ez a fordítás honnan van, egyes vélemények szerint talán a Huszita Biblia Pál apostol leveleit tartalmazó része volt, egy későbbi ismeretlen kéz által átdolgozva, de annak értelme is és olvasása is Komjáti szerint nagyon nehézkes volt. Így látott hát hozzá sok szent magyarázó doktorokat tanulmányozva Pál leveleinek az interpretálásához. Ki volt a sok szent doktor szintén vitatárgyát képezi. De abban is megoszlanak a vélemények tulajdonképpen, hogy kinek a munkáit használta fel, nyilván zömében a vélemények, mint ahogy már el is hangzott, abban egyeznek meg, hogy az Erasmus féle újfordítás alapján. Nagyon nehezen birkózott meg ezzel a feladattal. Ha úrnője gyakran nem húzítja munkája közben, talán el sem készül vele, jegyzének egyik könyvében Botján János. Könyve előszavában, vagy ajánlásában így emlékszik meg erről. Ez terhet, kívül vállaimon elviselhetetlen teher és nehézség vala, elég nem volnék elhordozni. De mikor láttam volna, hogy te nagyságod egyszer s kétszer, s többször is engemet reálvaszol, s intett volna, s egyebeket se tennék benne, hanem magyarra fordultanám, reál engedék. Ennyi az munka, és az fáradtság, te nagyságodé az elővet ajándék, zárójelben, ha ilyen munka ajándoknak mondatik, az élő Úristené kegyék, a tisztesség és dicsőség mindörökön örökké. Vita tárgyát képezi az is, hogy Komjáti Benedek vajon a reformáció követője volt-e, vagy megmaradt a katolikus egyház talaján. Nem tudjuk. De témák szerint azt gondolom, nem is releváns. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy munkájával hozzájárult gyönyörű magyar nyelvű kultúránk ápolásához és fejlesztéséhez. Humanista fordítása pedig az egyéni, a személyes kegyesség legfontosabb eszköze volt. Ezzel a munkával hozzájárult ahhoz, hogy elkezdődjön az a folyamat, az a cél és gyakorlat, mely eljutatja minden ember kezébe a Szentírást. Munkája felbecsülhetetlen nem csak saját korában, de a későbbiekben és napjainkban is. Előadásomat azzal a mondatával fejezem be, melyet ő is írt az ajánlásában. Ennyi az munka,
és az fáradtság, az élő Úristenék egyik az tisztesség és dicsőség, mind örökkön örökké. Köszönöm. Felkérem Józan Lajost, aki a Puszti Református Egyházközség lelki pásztora, salánki születésű, helytörténeti levéltári kutatásokkal foglalkozik, családfakú kutatással és vidékünk nemesi családjainak történetével. Az ő előadásának a címe Komjáti Benedek és kora vidékünk. Tisztelt konferencia, arra vállalkoztam, hogy néhány percben Komjáti Benedek és koráról beszéljek. Komjáti Benedekről olyan túl sokat nem tudhatunk, mert sok forrásanyag nem maradt rejánk. Annyit lehet olvasni róla, hogy már 1500-as évek elején Pozsonyban kanonok, és aztán török terjeszkedése folytán elvetődött erre a vidékre, pontosabban Puszt várában húzta meg magát, és abban az időben egy reformáció szellemében élő ura volt a Huszti várnak, Nádasdy Tamás, és így a közelben fekvő királyházi vár úrnője, özvegy Perényi Gáborné, Frangepán Katalin tudomást szerzette nagy műveltségű emberről, és Puszt várából áthívta ide a királyházi várba, hogy a fiának házi tanítója legyen, és lehetőleg magyar szellemben nevelje. Ehhez szükséges volt, hogy egy magyar könyv kerüljön akkor az ifjú Perényi kezébe. És így született Pál apostol leveleinek magyar fordítása. De hogy a koránról, vidékünk eseményeiről szóljunk, szükséges az előbbi századokról néhány mondatban szólni, ahhoz, hogy megértsük a 16. századot. 1100 éves múltunk, az bizonyítja nékünk, hogy az Úristen kimérte azt az életutat, amit egy nemzetnek, a magyar nemzetnek ezen a térségen, Európának ezen részén kell élnie, és nevezhetjük ezt isteni gondviselésnek és sorsnak is, és ezzel, hogy a kelet-nyugat ütközőpontján helyezett ide bennünket a mindenható terve volt vele, hogy így formáljon és így alakítson, és itt tegyen használhatóvá bennünket, és azt, hogy mi a létünket forrongó európai térségben megéljük, gyakran kellett elővenni akár harci tudásunkat, akár nyelvbeli tudásunkat. És nincs is olyan százada térségünknek, múltunknak, hogy ne lennének benne zajos események. A vidéknek nevesebb főurai voltak a káta nemzetségbeliek, a közelfekvő Tamás váralja, Bábony környékének voltak az urai, aztán északon szülőfalu és környéke, Budkeled nemzetségbeliek térsége volt birtoka. Szőlősvég Arnótól Csepp-falváig, Keresztúrig
a hunpázmány nembeliek birtokoltak, s a Tiszaháton minden falunak megvolt maga kisnemes családja. És ide került már a Marosból egy főúri család, a Szász Olák Vajda fiainak leszármazottai, ezek közül a Drágnak a leszármazottai Drágfi, és királyházának is, a királyházi várnak is ura volt a Drágfi, aki a környéknek igen tekintélyes és vezető embere is volt. És aztán 1402-ben már ugyan nem nagyon volt a királyi vármegyéből, birtokból adományozható, de azért a Perényiek egyikének azért királyházát odaadta, mert a Drágfiaknak másutt adott birtokot. Mert a szomszédos vármegyéknek is főispánja volt Drágfi Gáspár, aki egyébként is utolsó férfi tagja volt egy nagy nevű családnak. Viszont a Perényiek megszerezték ezt a birtokot, a Drágfiak nem nagyon örültek neki, és a Perényieknek védekezni is kellett, hogy megőrizzék a királytól kapott privilégiumot, ezért többször harcban is állottak egymással. Aztán ugye elkövetkezik a 16. század tele mozgalommal, gondoljunk csak az 1514-es Dózsaféle felkelésre, éppen a királyházi vár is eseményekkel gazdag volt ebben az időben, amikor megtámadták az ide menekülteket, a Perényiek innen a Husztvárában húzták meg magukat a felkelés idején. Gondoljunk arra, hogy néhány év múlva milyen érvágás volt a nemzet számára a Mohácsi rész 1526-ban. Ugocsa vármegye is adott egy áldozatot, biztos többet is, de a legrangosabbat Perényi Gábor főispánt. Aztán ugye ebben az időben már a reformáció szelleme is elfújdogált erre a vidékre. Ha a hagyomány igaz, akkor Huszton 1523-ban már megindult a reformáció. 1773-ban készült egy vers, így kezdődik, már 200 esztendő, s harmadiknak fele, azaz 250 esztendő, mióta egy templom birtokunkba kele. Tehát 1773-ból 250, 1523. És amikor Komjáti Benedek Husztra érkezett, akkor nyilván a nyugatról hozott reformációi szellem ismeretét már tovább bővíthette Huszton tartózkodása idején egy bizonyos Huszti Lovász Tamás, ferencrendi szerzetes és a gyülekezet reformátora jóvoltából. És az a Frangepán Katalin, aki elhívta ide, szintén a reformáció szellemében gondolkodott. És aztán ugye ez a század tovább is adja az eseményeket, már csak annál fogva is, hogy három részre szakad az ország, és a szomszédos vármegye elég hamar Erdélyhez kerül, megalakulván az erdélyi fejedelemség, Ugocsa még a királyi rész, de egy nagy terület, török hódoltság területe lett. És bizony sok tekintetben a térség harcok színhelyévé is vált, magáért, a Huszt váráért is úgy a királyi rész, mint az erdélyi fejedelemség küzdött kié legyen. És aztán ezekben a mozgalmas években nagy szükség volt
az ige üzeneteire, az Isten gondviselésére, a kegyelem csendjére, és így csendesült nyilván a királyházi vár is, amikor benne Komjáti Benedek gyertyafénynél magyarra fordította az eredeti szöveget. Hogy aztán ez a nyelvezet tovább inspirálja további fordításokat, fordítókat, és aztán az itt élő magyar embereket, ahogy itt a meghívó lapon is olvashatjuk, vegyétek tehát kezetekbe Pált, aki már nem zsidó vagy görög, hanem magyar. Hogyha abban az időben volt valaki, és éppen egy asszonyi lélek, aki fontosnak találta, hogy immár legyen magyar, akkor nekünk, a maiaknak, akik szintén fontosnak találjuk, hogy legyen magyar szó, magyar olvasókönyv, hogy magyarul szóljon az ige, hogy magyarul szólítsuk meg az Úristent, magyarul éljük meg magyarságunkat. Ha mi ezt nem tesszük, rajtunk kívül senki más nem fogja megtenni. Isten erre hívott el, ilyennek teremtett, sok küzdelem, sok hajsza, ami mindennapi életünk, de legyen Istentől való, az ő nevének dicsőségére és a megmaradásunkra. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Csatári Györgyöt, aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, történelem és társadalomtudományi tanszék vezetője, aki helytörténeti, honismereti, levéltári kutatásokkal foglalkozik elsősorban Minszkorral. Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A nagyúvi történelmi jellemzés után én konkrétabban a Perényiekről szeretnék most szólni, pontosabban arról a közegről, arról a történelmi közegről, amiből létrejöhetett ez a bibliafordítás, és nem csak. Hiszen Magyarországnak, történelmi Magyarországnak ez a területe egy ilyen, hát sokszor azt mondjuk, hogy nem igen szerencsés oldala, de éppen ezt a korszakot illetően nagyon is a kultúra, a reformáció, a megújulásnak volt a területe és térsége. Úgyhogy ezt a közeget pedig egy olyan főúri család teremtette meg részben, mint a Perényiek. A Perényiek nem csak ezen a vidéken voltak birtokosok, Magyarországon számos megyében rendelkeztek kiterjedt birtokterületekkel, de a legjelentősebb birtoktestek azért itt Észak-Kelet-Magyarországon, Beregben, Podheri, Munkács környékén, Sáros megyében, 25-28 falut mondhattak magáiknak a Perényiek a középkor vége felé. Szabolcsban, Nyíregyháza környékén, Zemplénben voltak kiterjedt birtokai, és a történelemnek a sajátos forgása, amiben most itt nincs tér belemenni, úgy hozta, hogy a Perényiek itt eresztettek igazán gyökeret, és erről a kultúrához való viszonyról pedig elsősorban az beszél,
hogy hatalmas irathagyaték maradt utána. Most ezt az irathagyatékot a mai napig sem aknáztuk ki igazán, és biztos vagyok abban, annak ellenére, hogy az előadás előkészületei alatt megnéztem ezt a levéltári anyagot, annak ellenére még biztos vagyok benne, hogy vannak lappangó fontos könyvek, fontos kéziratok, amiről majd, ha lesz idő, az előadásom végén beszélnék. Na most a Perényieknek a sorát áttanulmányozva azért egy néhányat szeretnék ebből a történelmi körből, történelmi személyiség közül kiemelni, kivételesen azokat, amelyek kimondottan a kultúra mecenatúrájával, mai szóval fogalmazva foglalkoztak, és bevételeiket, vagyonukat nem sajnálva áldoztak a tudósok azért, hogy a tudósok, költők, írók, későbbiekben festők eredményeket érjenek el. Hát a legismertebb ezek közül Perényi István volt, így 1576-ban hunyt el, igaz, és 1569-től Gocse megyének főispánya, aki irodalom pártolóként tartja számon a szakirodalom, támogatta ugye Ilosvágy Sejmes Péter, aki Toldiról szóló híres históráját neki ajánlotta. Az 1574-ben írt versfejében említi Perényi István. Megfordulhatott udvarában Balassi Bálint is, és az irodalomtörténészek feltűnése szerint a költő egyik versét leányához, Perényi Zsófiához írta. Perényi Gábor, akiről már több szó esett, ő volt az, aki nagy főúr képpen több diák tanítatott európai egyetemeken, és nem véletlenül felesége, Frankepán Kaptalin folytatta ezeket az adományokat. Úgyhogy a család Perényi Gábor idejében is elsősorban egyházi épületek támogatásában jeleskedett. Mondanom sem kell, de minden főúr részt vett, az iskolatájuk a kórháznak a támogatásában, fenntartásában igen nagy részt vállaltak. Ezeket a részleteket itt nem részletezném, de azt kiemelném, hogy annak idején, Perényi Gábor idején például a Nyolábárba menekült a pestis elő Paulus Grosznászis Rutinus, a krakkói egyetem tanára, aki Perényi Gábornak ajánlva kinyomtatta Janus Pannonius verseit. A Perényiek könyvtárában valószínűleg megtalálható volt a Bereg megyei Halálborról származó, akiről szó is esett, halálbori Dobos Bertalan által másolt és írt Dömblentei Kódex 1508-ban és a Mormelus féle lexikon, amelyet 1533-ban szintén Krakkóban adtak ki. Ennek egyetlen példánya maradt fent, amit Perényi István később a fiainak ajánlott. Perényi Gábor udvarában dolgozott Miklós mester, ötvös művész, festő és kőfaragó, aki tisztes síremlékeket készített, például a Nyalábvárban is. Perényi Gábor 1526-ban esett el a Mohácsi csatában, és ahogy említettem, tudománypártoló tevékenységét felesége vitte tovább.
Van azonban egy későbbi Perényi Gáborunk is, aki a 17. század végén játszik szerepet a kultúra terén, amit itt gondoltam, hogy szintén meg kell említeni. 1651 körül a Perényiek, mivel tervezték a kankúvári kolostor újjáépítését, és hát a nagy költségek miatt ez elmaradt, és később, egy jó 10 évvel később valósulhatott meg ez a terv, és vannak adataink, ugyebár 1669-ben a Perényiek megvették rokonuk Bánffy Gábor nemesi udvarházát Nagyszőlősön, amely a régi katolikus templommal szemben állt, és azt alakították át székházzá, és magának a templomnak az építésére is 300 forintot adtak össze. Továbbá meg kell említenünk Perényi Jánost, aki Perényi Gábor és Rangepán katalin fia, a királyházi gyalábárula szintén. Neki is számos ilyen kultúra fejlesztő pártfogoltja volt. Például a Színér született Szilveszter János, aki ennek köszönhetően, az ő támogatásának köszönhetően persze magyar latin grammatikát készített, és a műben legkedvesebb urának Perényi Jánost nevezi. Az ő tanítója volt Komjádi Benedek is. Ez a Perényi János támogatója volt például Ozerai Imrének és Batizi András reformátoroknak is, akinek a tevékenysége hát ismert a szakirodalomban. Ozerai az első magyar reformátorok egyike, aki a református vallásos értekező próza egyik első képviselője. Krakkói és Wittenbergi tanulmányai után a reformáció híve lett, visszatérve a protestantizmus érdekében működött itthon. Hát itt a számos munkája jelent meg, az az érdekesség, hogy pont ebben az időben, az 1530-as években jelentek meg ezek a munkák. És a második Batizi András, akit említettem, evangélikus, majd református lelkész, ő is költő. A kassai felekezete számára már 1530-ban egyházi énekeket készített, iskolatanító volt 1531-től, Sártahelyen, Szikszó Tokajban lelkészkedett. A Wittenbergi Egyetem után Perényi Jánoshoz, majd ennek ajánlására a Drágfi Gáspárhoz ment. Az erdősi zsinaton 1545-ben mint pat vett részt, és egyike volt azon 29 reformátornak, akik az itt kell 12 hitcikkeit aláírták. Később pedig, mint a magyar protestánsok nagyobb része, Luther tanáról Kálvinére tért át. A művei közül is kiemelkedik, mint egy néhányan, keresztényi tudományokról, Krakkó 1550, Izsák pátriárkának szent házasságáról, Debrecen 1546. A Perényiek nagy főbirtokosak lévén őket is természetesen megérintette a nagy mozgalma, a Rákóczi szabadságharc is. Itt nagyon röviden csak három Perényit szeretnék kiemelni. Perényi Miklós, aki az Egervárán, arról volt híres, hogy Egervárán volt a kapitánya, több mint 2 évig ő szervezte a várnak a védelmét. A második Imre, Rákóczi udvari hadnagya volt, aki szintén Perényi Miklóshoz képest egészen Lengyelországig kísérte el a fejedelmet, de onnan hazatért.
Továbbá Berényi Farkas, akit Úgvegye története is számon tart, ő volt a kuruc védelemnek a vezetője, az úgynevezett úgvegyei hadaknak a direktora a várban. Érdekes, hogy Rákóczi számüzetése után Lengyelországban követte ő is a fejedelmet, és Rákóczinak a hokmestere lett, de a perényekre jellemző, mint a három perényekre, aki a Rákóczi Ferenc mellett állt, hogy csupán Lengyelországban követték a fejedelmet, és ezután visszatértek, és szóval kapcsolataik, és hát lényegében vagyunk alapján kegyelmet kaptak a császártól, és a későbbiekben elfoglalhatták a saját birtokukat. Természetesen Perényi Zsigmondról, az 1848-as vértanúról is legalább annyira meg kell emlékeznünk, hogy egyrészt, hogy vértanú halált halt, talán ő a legismertebb Perényi, akit ismerünk. Kevesebben tudják mondjuk azt róla, hogy a reformkor idején, amikor ő a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának a tagja volt, ő Kassán tanult jogot, később főispán lett, de a politikai tevékenységében támogatta, az időben Veselényit és Kossuthot is, tehát annak idején ilyen nem kívánatos személy volt a császár részéről, de neki is volt egy nagyon jó egy olyan nyelvész, akit ő támogatott, ez Beregszászi Nagy Pál, aki Buzsajban született 1750 körül, és Beregvégardóban 1828-ban hunyt el. Nyelvész volt, nyelvtörténész, hát az életrajza szakirodalomban ismert. Azt is tudjuk róla, hogy a Beregvégardói Perényi templomban tevékenykedett, nyelvlejárásokkal foglalkozott, igazán felkarolhatnák az ő emlékét is jobban a nyelvészek, és mondjuk beregmegyi nyelvjárásokról értekezett sokat, és annak idején, amikor kutattam az országos levéltárban és a Széchenyi Könyvtárban számos tanulmánya maradt fent, amivel hát a későbbiekben majd fogunk foglalkozni. A továbbiakban a Perényi levéltárról mondanánk el egy néhány dolgot, erről úgyis kevés szó esett. A Perényi levéltárat is számos művelt ember, így jegyző és igazságszolgáltatással foglalkozó hivatalnok rendezte, és a 19. század folyamán számos forrás van arra, hogy ez mennyire rendben volt, és milyen használhatóvá tették a perényiek ezt a levéltárat. Sajnos, amikor a front 1944-ben elérte ezt a vidéket, Nagyszőlőst, akkor a levéltárat természetesen lefoglalták, először átvitték Ungvára, később 1953-ban Beregszászban lett őrizetben véve ez a levéltár, és a levéltár tanulmányozása során egyértelmű, hogy a ránk maradt családi levéltárak közül, itt Kárpátalján legalábbis az, amit ezen a területen, ez a legterjedelmesebb anyag, több mint úgynevezett 4000 levéltári egységet tartalmaz,
és a kezdetektől, hát lehet azt mondani végig, azaz 1400-al kezdődik ez a Perényi Levéltár, és 1944-ig szóval tart a benne foglalt iratok 1944-el végződnek. Most én csináltam egy ilyen rövid jegyzéket, hogy milyen anyagok maradtak meg elsősorban arra vonatkozóan, hogy milyen mecenatúrát végeztek a Perényiek, és esetleg milyen kéziratok maradtak meg. Hát itt számos alkalommal van köszönő levél, mondjuk a mecenatúrának a támogatás megköszönésével kapcsolatosan, különböző versek, feljegyzések, és nagyon érdekes, számos a kézirat van, amik így kezdődik, hogy ismeretlen szerző műve, vagy ismeretlen szerző alkotta tanulmány, vagy valamilyen feljegyzés. Számos dokumentális öröksége maradt fent annak, hogy hány templom felépítését támogatták, hány kórház felépítését támogatták, orvosok tanítatását vállalták. Hát természetesen itt az előadások során is elhangzott, hogy mi minden lehetett a Perényi levéltárban, mi minden lehetett a Perényi könyvtárban. Úgy tudjuk, hogy a levéltár az, hát a körülményekhez képest többé-kevésbé megmaradt, de szomorú sorsított tudomásom szerint a Perényi könyvtárnak. Mivel a Perényi könyvtárat, mint 1944 után minden magánlevéltárat, egyházi levéltárat a szovjet belügyi szervek átvizsgáltak, és jelentős részüket megsemmisítették, amilyen források könyveknek megmaradtak, ezek vagy az egyetemi könyvtárban maradtak meg, annak van egy ilyen elzárt, úgymond speciális része, ahonnan azt hiszem innen került elő ez a királyházai evangélium is, nem is olyan régen, és a második része ennek a könyvtárnak, amit itt átválogattak annak idején a szervek, ez a honismereti múzeumnak a nagyon nem túl nagy, néhány ezeres könyvtárát duzzasztotta fel, és ami úgymond maradt, az pedig belekerült a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárnak a könyvtárába. Na most az Ungvári Egyetemnek különleges gyűjteménye, ezt úgy tudom, még a mai napig is feldolgozás alatt van. Szóval itt még, ki tudja, itt még lehetnek meglepetések, és gondolom vannak is. Másrészt a levéltárnak is, a Kárpátaljai Állami Levéltárnak a könyvtára, amelyek szintén tartalmaznak 16. századi könyvektől egészen napjainkig anyagokat. Ennek az anyaga, teljes anyaga, mint egy olyan 35 ezer könyv, jellemző az 1944 előtt kiadott könyvek, ez szintén nincs még érdekes kép feldolgozva, rendesen katalógusban véve, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem igen mutatható, bizonyos részei mutatható. Hogy a későbbiekben, akik hát ezekkel az évszázadok történetével foglalkoznak, Perényiekkel, a reformáció terjedésével foglalkoznak, a figyelembe ajánlom ezt a három könyvtárat, amelyekben reméljük, hogy nagyon érdekes feladatokká tudják. Köszönöm. Elkérem Székely Gusztávot, aki a Salangi Középiskola történelem tanárának nevezi születési fiatalember, a Debreceni Egyetem doktorandusz hallgatója,
és az ugocsai várakat kutatja, az ő előadásának a címe, a királyházi nyalán vár a történelemben. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a konferencia hallgatóit, mint a jelen konferencia utolsó előadója. Itt elhangzott előadásomban a királyházi, vagy másképpen nyalán vár a történelme játszott szerepéről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel, néhány történelmi eseményt, amely fontos szerepet játszott nem csak a várnak a történetében, hanem a magyar történetben egyaránt. És hát a királyházi vár, vagy másképpen nyalán vára valamikor negyedik Béla uralkodása után, és negyedik László idője alatt épülhetett fel az egykori felszász település határában. Maga a várnak voltak történelmi előzményei, az a domus regalis, amelyet feltehetően valamikor második, ötödik István elnézést, ötödik István uralkodása idején építettek a várhegyen, és a király vadászatai alkalmával itt ebben a királyi házban, ha nem fordítjuk, hogy a domus regalis az királyi házat jelent, itt pihen meg kísérletével együtt. Felszásziakat hamarosan a királyi ház után királyháziaknak kezdték nevezni, innen lett királyházának a neve, megnevezése, akik a király tartózkodása alkalmával különböző kötelezettségekkel tartoztak a király irányába, amely kötelezettségért cserébe a király kiváltságokban részesítette a felszásziakat, amely kiváltságokat később más ugocsai települések is, sőt már a mostani települések is megszereztek a későbbiekben. A vár megnevezése, tehát nyaláb megnevezése állítólag formájából szerezte, ugyanis nyaláb az ugye búzakévét jelent, és az egykori ugye névadók úgy tartották, hogy maga a vár leginkább egy búzakévére hasonlít, innen kapta tehát a nyalábvár megnevezését. A vár építését követően hosszú időn keresztül nem szerepel ismét az okmányokban, majd csak 1315-ben találkozunk ismét vele, akkor is a Borsa nemzetség lázadásai kapcsán hallunk róla ismét, ugyanis az időközben a Borsa nemzetség megszervezte Ugocsa vármegyét is, kiterjesztette rá tartományi hatalmát, így hamarosan nyalávára is a nemzetség tulajdonába került. Magának a hatalomnak az alapját tulajdonképpen Károly Róbertnek egy 1307-es adománya képezte, amikor is a szőlős települését Borsa Bekének ajándékozza oda. Majd Borsa Beke, mint Ugocsai István, ugye, helyi hatalomnak a képviselője, megszerzi nyalávárát is. A nemzetség 1315-ben, mint említettem, szembefordul Károly Róberttel, lázadást szít ellene, és a király hadat visel majd a nemzetséggel szemben. A hadi események egyik fontos helyszíne lesz hamarosan Ugocsa vármegye is, ugyanis a királyi hadak egyik vezére, Gyánki Tamás kapja azt a feladatot, hogy kiostromolja a borsákat Ugocsai váraiból, aki eleget tesz a felszólításnak, ugye a király parancsának, először Szőlős várát ostromolja meg, elfoglalja, majd pedig nyalávára ostromába fog, amely várat maga Borsa Beke védelmez a király hadokkal szemben. Jánki sikerrel jár, igaz, töltemi fejedések tanúskodnak, hogy a vár nagyon megmagálódik az ostrom során, később újra kell építeni falainak nagyobb részét. A király a hadi vállalkozás megköszönvén, ezt követően egy rövid időre Jánki Tamásnak, aki ebben az időben már Ugocsa, illetve Berek vármegye Istánja is, odajándékozza a nyalávárát, majd később felismervén fontos stratégiai szerepét a térségben, visszaveszi tőle, és egy ideig ismét királyi tulajdonban marad. Mint a királyi tulajdonban lévő vár, ugye az ispánoknak ad otthont, az ugocsai várnépek, várjobbágyok tartoznak fennhatóság alá, illetve ugye egyéb közigazgatási funkciót is be fog tölteni a korszakban.
1378-ban Nyalán Árát a király elajándékozza ismét, Zsigmond király, és a Máramarosban birtokló drák nemzetség kapja meg tőle. Szász Vajda fia drák, illetve testvére János fogja ezt követően birtokolni Nyalán Árát. Drák hamarosan megszerzi az Ugocsai ispáni tisztet, és 1392 és 1399 között Ugocsa vármegye ispányaként fog funkcionálni. Kezdetben nagy volt a barátság a királynetvel a drák család között, hiszen történelmi okmányok tanúskodnak arról, hogy a család több alkalommal komoly kölcsönöket adott a királynak, az uralkodónak, aki ugye ezt sosem fizette vissza. Majd úgy látszik, miután elfogyott a családnak a pénze, megromlott a barátság is, ugyanis a korszak végén, a század végén, az 1300-as évek végén a király megpróbálja visszaszerezni a korábban eladományozott földjeit a családtól, így magát, Nyalán Várát, illetve szőlősi egyéb adományait úgy szintén. Ebben a tervében talált partnere a Berényiek révén, Berényiek segítségével, ugyanis ekkor az új híre Berényi Péter lesz az, akinek odajándékozza szőlőst, illetve egyéb szőlős uradalomhoz tartozó egyéb földeket. Az adományozás 1399-ben történik, ami konfliktushoz vezet a drák fiakkal, akik nem szívesen mondtak le az egyik nagyon fontos, korábban ők általunk is birtokolt városról, vagy a településről, szőlősről, és egy hosszú pereskedés kezdődik el a két család között. A pereskedésnek tulajdonképpen drák mester halála vett véget, amit követően kicsit megcsitulnak a kedélyek Ugocsa vármegyében, majd a családi birtokokon a fiai, illetve unokái kezdenek el pereskedni. Ekkor a király pereskedés lezárván felszólítja a család tagjait, utódait, hogy utassák be azokat az okmányokat, azokat az okleveleket, amelyek arra szólnak, hogy hát mely településekkel rendelkeznek a család tagjai Ugocsa vármegyében. Sajnos ők ezt nem tudták megtenni, ugyanis az oklevelek időközben elvesztek, így a család úgymond okmányok vagy birtokosok nélkül maradt területeket elveszi a drák utódoktól, és Perényi Péter pedig fölkéri ezeket a javakat, és a király pedig eleget tesz a fölkérésnek, így oda ítéli Perényi Péternek, így tulajdonképpen 1405-ben magát Nyalán Várat, illetve hozzá tartozó uradalmat is átadja az új tulajdonosának. Így lépnek be tehát a vármegye életébe, illetve Nyalán Vár történetébe a Perényiek, akik tulajdonképpen a vár pusztulásáig birtokosai is maradnak. Perényi Péter halálát követően fiai, János, illetve Miklós valóságos rabló várrá változtatják Nyalán Várát, a környéket fosztogatják, nagyon sok peres eljárás van ebben az időben velük szemben, míg Mátyás király megelégelte ezt a helyzetet, ezt az állapotot, és felszámolja a rabolvárnak a működését. 1512-től Perényi Gábor, illetve neje Frangepán Katalin rendezi be lakását, úgymond a várban, udvarházát, és innen kormányozzák az egyéb Perényi birtokokat is. A vár tulajdonképpen életét az 1514-es parasz lázadás rázza meg, ugyanis ebben az időben Ugocsában is a parasztok fölöltötték a keresztet, a keresztes ruhát, és üldözték a helyi nemességet. Perényi Gábor családjával együtt a szomszédos Husztvárában húzza meg magát, vagy pedig rendezkedik a védelemre, míg Nyalán Várában a helyi nemesség